aki követ engem Facebookon, tudhatja, hogy kicsit sem vagyok átlagos akvarista. Próbálok minél olcsóban összerakni egyszerűen fenntartható akváriumokat. Amikor úgy fél éve indítottam az első mini akváriumom, teljesen elektronika nélkül ment a rendszer egészen télig. Ekkor már sajnos annyira rövidek lettek a nappalok, hogy ez már nem szolgáltatott elég fényt az akváriumnak. Ezért felszereltem világítást. Aztán, hogy szépen lassan egy-egy rapottak a növényeim és az állataim, eljutottam arra a szintre, hogy szükségét éreztem annak, hogy az egyik garniás akváriumomba szereljek bele valamilyen vízmozgató rendszert, mivel láttam az állatokon, hogy esténként az oxigén tartalma a víznek vészesen lecsökken, így nagyon lelassulnak. Körülnéztem, hogy mit találok itthon, és áthoztam egy másik akváriumból egy belső szűrőt. Egy Pacific PF30L-t. Ez egy 25-50 literre tervezett, maximum 300 liter per órát nyomó kis belső szűrő, éppen hogy belefért az akváriumba, viszont olyan teljesítménye volt, hogy konkrétan még a rákot is felkavart az akváriumból, ezért azt kellett, hogy csináljam, hogy amint kijön a szűrőből a víz, neki nyomom a falnak egy könyökcsővel. Ezzel egy gond van, így már nincsen akkor áramlás, hogy ez nagyon zavarja a rákokat, viszont kicsinyeiket beszívhatja a szűrő, úgyhogy ez a belső szűrős megoldás ilyen kis méretben nem fenntartható hosszú távon, úgyhogy szereznem kell egy új szűrőt. Belső szűrő szóba sem jöhet, ezért levegős szűrőt fogok venni, amihez viszont kelleni fog nekem egy légpumpa. Irány Szeged legjobb díszállat kereskedése, és megvettem a boltban lévő leges legolcsóbb légpumpát. Imádom ezt a boltot, mert nagyon korrektek. Most is óvaintettek, hogy igaz, hogy nagyon olcsó és ezért csábító az a pumpa, amit kinéztem, viszont a minőségére nem igazán tudnak garanciát vállalni. Nem tudni, hogy a gyári membránnal mennyi ideig fog működni a pumpa. Cserébe nagyon olcsó. Azt mondták, hogy ha egy tényleg tartós, megbízható és hosszú távon is olcsó pumpát szeretnék, inkább a Szerának egy 9-10 ezer forintos modelljét válasszam, én viszont kitartottam a kis 2000 forintos pumpám mellett, mert őszintén nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak adni ennyi pénzért. Vettem még hozzá néhány kiegészítőt, például porlasztókövet, szűrőt, levegőcsövet, és itthon még kiegészítettem néhány dologgal, mint például visszafolyásgátlóval, néhány csappal és rasztóval, úgyhogy összesen nagyjából egy 4000 forintba került nekem ez a légpumpa a felszereléseivel együtt, amely reményeim szerint képes lesz két mini akváriumot is ellátni levegővel. Dobozán, fogyasztásán és teljesítményen kívül nincs semmi más érdekes, viszont a tartalom annál érdekesebb. Semmit nem kapunk a pumpa mellé, csak is egy használatutasítást és magát az eszközt. Elején kapott helyet a légcső csatlakoztására szolgáló kis hely, és e körül szívja be a levegőt is a gép. Ezen kívül talán annyi rajta az érdekes, hogy az alján van négy kis gumitalp, amin áll az eszköz. Van itt még két kis csavar is, amiket ha kihajtunk, szét lehet szedni, és lehet benne cserélni membránt is. Arra, hogy mennyi ennek az eszköznek az élettartama, sajnos jelenleg nem tudok választ adni, a boltban is mondták, hogy nem lehet tudni előre, majd kiderül. Viszont egy pár típus hibáját elmondták ennek az eszköznek. Az első, hogy a benne lévő gumi membrán elszakad vagy előregedik, ez minden egyes légpumpának baja, nem csak ennek az eszköznek. Ezt a membránt simán lehet cserélni, viszont azt mondják, hogy nem folyamatos az ellátás az ebből a membránokból, azaz nem mindig van náluk raktáron ilyen membrán. Néha kapnak a nagykereskedőtől, néha meg nem. Úgyhogy érdemes lehet már egy ilyen kis vacak légpumpa megvételkor venni egy pont membránt, mivel legnagyobb eséllyel ez fog leghamarabb elromlani. Az ára ezeknek a membránoknak egy ilyen 500 és 1000 forint között mozog, úgyhogy nem igazán drága, viszont megint csak nem lehet tudni, hogy ez meddig fog működni is. Ezért is mondják, hogy jobb lehet egy Szera vagy valami hasonló minőségi pumpa, mivel ott ritkábban kell cserélni membránt, és az biztosan sokáig fogja bírni. A másik gond velük, hogy port szívnak be, amely lerakódik a membrára és a szerepre, és ezzel csökkenti a pumpa teljesítményét. Ezt a legegyszerűbb megelőzni, pormentes helyen kell tárolni a pumpát, és figyelni kell arra, hogy ne porosodjon be. Ha pedig már beütött a krak, meg kell próbálni kitakarítani, vagy ha ez nem megy, eldobni és venni másikat. Na, üzemeljük be végre ezt a szépséget. Használati utasításában le van minden írva szépen magyar nyelven, hogy hogyan kell csinálni. Röviden és tömören, a képek szerint kell elrendezni a kábeleket és csöveket, aztán be kell dugni, az működik. Az első dolog, amit megnéztem, az a teljesítménye. Le van írva, 90 liter per óra. Na de ez a gyakorlatban mit jelent? Először kipróbáltam, hogy maximum hány porlasztókövet bír a kicsike.
Három kő felszerelésére volt itthon technikám, ezt a hármat simán bírta az általam tesztelt 23-25 cm-es vízmérség mellett. A következő dolog, amit megnéztem, az az, hogy egy szálon vajon milyen mélységben képes lenyomni a vizet. 50 cm mély volt a legnagyobb ballon, amit itthon találtam, annak az aljából még simán visszabír jönni a bugybolék. Kiemelném, egy szálon, kettőn nem bírtam kipróbálni. A következő fontos kérdés az a zaj. Erre van egy éppen induló kis mini akváriumom, azt fogom használni, abba fogom beszerelni mind a kettő szűrőt, lássunk is neki. A belső szűrő már benne is van, hallgassuk meg a hangját. Ennyi? Elég is lesz ebből. Fogadjunk, máson sem jársz eszed, csak hogy ki a fene épít fagyis dobozból világítást? Ha érdekel, hogy hogy készül és hogy teljesít egy 1000 forintos világítás, írd meg kommentben, hogy érdekel a lámpa, hogy tudjam, hogy szeretnél róla még tartalmat látni. A videó végén meg fogod találni attól a hangokat, de nem szeretném most ezzel húzni az időt. Odaraktam a szűrő mellé a mikrofont és felvettem egy csomó zajt, ugyanúgy erősítve, mint most a hangomat. Így elvileg a videó alatt jelenleg is zúg egy kis zaj, pontosan ugyanolyan hangosan, mint amilyen hangosan én is hallom a szobában a légpumpa és az akvárium hangját. Röviden és tömören, a belső szűrő nagyon-nagyon halk, éppen hogy egy kis halkdruzsás lehet hallani, ami 3 méterről már így alig hallható, ilyen teljesen elveszik a környezet zajában. Hogyha felrakjuk rá a levegőztető hardvert, mert képes beszívni az is levegőt, egy fokkal hangosabb lesz, de még mindig halkabb, mint a légpumpás szűrés. A légpumpás szűrésnél ugye kettő zaj is van, egyrészt a motorzaja, másrészt pedig a bugyborékok zaja. A kettő közül zavaróbb számomra a motorzaja, egy mély duruzsolás, nem nagyon zavaró, viszont sokkal hangosabb, mint a belső szűrő hangja. Összehasonlításképpen a belső szűrő hangerejét 3 méterről én már épp hogy csak hallom, ehhez képest a légpumpához el kell mennem 8 méterre tőle, hogy ugyanilyen hatást érjek el. Szóval jóval hangosabb, de én azt mondom, hogy még egy légpumpa mellett is simán lehet aludni egy szobában, ha hozzászokik persze az ember, de kiderül holnapra, hogy sikerül-e hozzászoknom, vagy hosszú éjszakám lesz. Jelentem, simán meg lehet szokni ezt a kis kerregést. Úgy összességében a belső szűrő sokkal-sokkal halkabb, viszont ugye a légpumpa pedig képes akár több akváriumot is megszűrni, vagy levegőztetni. Lakhelyt a pumpa egyenlőre az akváriumai mellett az asztalomnak a legfelső polcán nyerte el egy szalon cukros dobozban. Ez alapvetően porszűrésre szolgál, viszont a későbbiekben tervezek még jó néhány módosítást végrehajtani a rendszeren. Ha szeretnéd megtudni, hogy hogyan lehet levegőztető pumpádat csendesebbé tenni, és hogy hogyan lehet kiépíteni egy jól szabályozható és csendes levegőztető rendszert, nyomj egy lájkot és írd meg kommentben, hogy érdekel! Egy dolog maradt már csak hátra, az összegzés. A JK Airpump 1500 személyében egy nagyon aranyos kis mini légpumpát ismerhettünk meg. Élettartamát nem lehet előre megmondani, viszont ára ezért kárpótol minket, ami extrém alacsony. Teljesítménye árához képest teljesen elfogadható. Pár kisebb akvárium levegővel való ellátására vagy szűrésére bőven elegendő. Hangja erősebb bár, mint egy belső szűrőjé, viszont el lehet mellette aludni is, szóval nem vészes. Hogy tudom-e ajánlani, nagyon nehéz kérdés, mivel teljesítménye elegendő bár néhány kisebb akvárium ellátására, viszont mivel tartóságát nem ismerem és nem tudom azt, hogy ez mennyi idő után is fog elromlani, így nem tudom őszintén azt mondani, hogy ez most egy jó termék, amit vegyetek meg. A gond az, hogyha egyszer leáll és elromlik, és ezzel megállnak a szűrők az akváriumokban, a szűrőben lévő szűrőbaktériumok nagyon gyorsan elpusztulnak, és berohadnak az akváriumba, ezzel pedig könnyen a halaink elpusztulását okozhatják. Szóval, ha nekem halaim lennének, és tényleg egy nagyon stabil és tartó szűrő lenne szükségem, ami nem állhat le sohasem, mert ugye az a halainkra is életveszélyes, akkor inkább már egy minőségi modell felé nézelődnék, nem egy ennyire olcsó kis légpumpát vennék. Én attól nem bántam meg, hogy megvettem ezt a légpumpát.
mivel az én akváriumaim éppen hogy csak nem mennek el oxigén beoldás nélkül, így még ha véletlenül be is döglene, egy pár napot kibírnak levegőztető nélkül. Ha pedig már nem lenne rá szükségem, meg fogom őrizni, mivel jó az, ha van a polcon egy pótlevegőztető. Ha bedöglene az akváriumokban lévő szűrő, csak előkapom, és megy tovább a már bejárt rendszer. Köszönöm, hogy velem tartottál, ez volt az első ilyen témájú videóm. Szeretnék még többet is csinálni, de tudnom kell, hogy lenne aki végignézni őket. Úgyhogy ha tetszik, nyomj egy lájkot és kérlek szépen iratkozz föl, hogy tudjam, hogy szeretnél még ilyen tartalmakat látni, és ne hagyjam abba a videózást. Íme a hangom kb. 30 centire a mikrofontól. Ez pedig a levegőszűrő hangja. Íme a belső szűrő hangja. Belső szűrő hangja levegőztetővel. Reméljük, találkozunk legközelebb.